Az utolsó cheat day. Gyerekek, az utolsó cheat day. Csapassuk. Na. Ezt nem így akartam. Testvérem, találd már meg a fókuszt. Hát mi van veled? Na, erről beszéltem. Jó! Szevasztok, srácok, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Hogyha úgy vagy a YouTube csatornámon, akkor engedd meg, hogy bemutatkozzak. Én Joel Junior vagyok, és rájöttem közben, hogy nekem ez az ülés nem megy, úgyhogy inkább így csinálom. Szóval sok szeretettel köszöntök mindenkit. Végre elérkeztünk a legújabb videóhoz, és hát magyarázattal tartozom, hogy eddig miért is nem volt videó. Nem keresek semmilyen kifogást, őszinte leszek, így a nyár végére én is egy kicsit ellustultam. Gondoltam majd, hogy egy kis pihenés nekem is jót tesz, és hát tényleg gyerekek, ó, Istenem, olyan jó volt egy kicsit kikapcsolni, és most már teljes erőmmel itt vagyok, hát nem teljes erőmmel, mert közben úgy összeestem, mint a... Mindegy, majd szépen összeszedjük magunkat az ősszel, és hát igen, nem is jártam gyúrni sem, meg telettem magam minden szemétkajával, és hogy miért is lesz ez a videó olyan, amilyen? Mert jön a változás. Közeleg a tél. Trónok harca őrület. Amúgy most kezdtem el nézni, mert én még soha se láttam, és most tartok a negyedik résznél. Amúgy nekem eddig tetszik, de tényleg mondták, hogy majd később indul be, de fölzárkózok, és én is becsatlakozom ebbe a táborba. Legalább ősszel nem kell majd gondolkozni, hogy mit nézzek. A legutolsó videó a köröstorokról készült, utána pedig elmentem nyaralni, és olyan jó volt. Életem legjobb nyaralása volt, haverokkal mentünk, eddig mindig fesztiváloztunk, stb. Eszméletlen király volt. Vittem a kamerát is, de egyszerűen nem bírtam vlogolni. És nem azért nem bírtam vlogolni, mert nem lett volna mit levlogolni, hanem mert tényleg olyan szép helyekre eljutottam, hogy sok esetben fogtam így a kamerát, így, mondom, így, várj, nem mutatom, így, és nem tudtam megszólalni, így álltam, és ez a... Ez pontosan így nézett ki. Viszont nagyon szeretném majd valamilyen formában megmutatni, hogy mégis mennyire király helyen voltunk, amúgy Zakintos-szigetén. Elég a pofázásból. Van ma estére egy programom, amit gondoltam, hogy majd levideózok nektek, mégpedig elérkeztünk a legutolsó cheat day-hez. Augusztus 31-e van, és holnaptól már szeptember. Visszarázódom a hétköznapokba, az ellustulás azzal is járt, hogy nagyon rosszul lettem, sokat aludtam, nem keltem föl időbe. Nem jó. Néha jó, de most elég volt. És most azt akarom, hogy megint minden rendszerességben álljon. Legutolsó cheat day, és az az egy célom van ma, hogy egy jobb időre elfelejtsem a szemétkaját, és ezt csak egyféleképpen érhetem el, mégpedig hogyha telezabálom magam bele. Abban szinte biztos vagyok, hogy ez nem lesz valami kellemes dolog a legvégén. Biztos az első pár falatot élvezni fogom, de ahogy láttam már ilyen videókban, a vége az nagyon rossz. Meg tudjátok milyen, amikor telezabáljátok magatokat. Na most ezt szorozzátok meg kettővel, mert legalább annyival meg kell tolni. Hello! Pacs! Töcsá! Alkalom az innen. Fölöltözve, ezt már szeretem. Ez meg. Szokásos alsógatya. Mennyi az idő? Fél tíz. Te mikor ettél utoljára amúgy? Nagyon rég. Én szerintem utoljára 3-kor ettem. Én hamarabb, jóval. Te 3 előtt? Aha. Egy darab szendvicset ettem talán. Olyan szinten korog a gyomrunk már, hogy nagyon. Meg annyira ilyesek vagyunk. Egy darab szilvát ettem. Ettét szilvát? Az durva. Én meg 2 pohár vizet megittem. Kedvenc szemét kajám. Mekit az nagyon. Hát a legjobb a Meki. El is megyünk oda, meg is látogatjuk az öreget. Csirkenaget. Dupla sajtburger. Tortilla is. Én nekem úgy a pizza az elengedhetetlen. Pizza az alap. Ott. Sült krumpli jöhet. Majonézzel. Tesó, nagyon éhes vagyok. Hogy nézel ki? Otthoni. Mi ez a gatya? Otthoni. Szoknya. Mindegy. Amúgy már megvan az első áldozat. Jó öreg chio chips. Nem bírom. Nem tudom, hogy fogom kibírni, hogy ne egyen meg addig. Zöldséggyümölcs. Lófasz. Majd holnaptól. Emlékszem, még Easy Fit-tel még nyomtuk, hogy nagyon keveset egyén, meg izé. Ádám, engedd el. Én visszatérek amúgy. Neked most csak egy átlag este, de nekem ez most az íre a pont, a nyaram írjére a pont.
Ó, Kinder csoki. Ez. Nem, Kinder Bueno. Olyat, az a legjobb. Egy Kinder csokit, meg kettő olyat. Gyere. Annyira szét akarom zabálni magamat, hogy most nagyon-nagyon sokáig ne is gondoljak se a hamburgerre, se a pizzára. Mert azért nagyon nehéz ez a diéta egyrészről, mert ahogy elkezded, elkap a lendület, akkor tök faszán tudod vinni az egészet, az edzés, az egészséges kaját, stb. De azért egy hónapon belül elkezd a kísértés rád jönni. Megérkeztünk a kísértet házába. Ez a McDonald's. Szép estét kívánok! Szeretnék kérni két dupla sajtburger menüt. Nagyot! Lesz még két sima sajtburger, két krumpli. Milyen szószok is vannak? Mindegyikből kérnék egyet. Csirke nuggets. Nem fér több a táblára. Ja, én is azt nézem. Yes! Úristen, milyen illető. Yes! Van még valami? Köszi! Igen! Úgy néz ki, most már teljes a csapat. Juhu! Ez a kedvenc pizzám. Úramisten! Ez nagyon nehéz úgy, hogy nem ettem ma egész nap. Csak egyetlen egy szendvicset reggel. És most ez a kettő itt van előttem, és még várnom kell, mert meg kell teríteni. Azt a rohadt! Jézus Isten! Na, hogyan készül a videó eleje? Mi van, éhes vagy? Elmészte a picsába, bazd meg. Ez. Na így készül egy profi montázs. Várj, még objektív csere. Ezt szeretem Zoltán benned, hogy mindig a tökéletesre törekedsz. Meg arra, hogy én éhen halljak. Akkor ez hány kalória lehet kb? Szerintem itt van körülbelül majdnem 20 ezer. Hát 15 ezer kalória. Krisztián, fog. Csillió. Bazd meg. Az utolsó cheat day. Gyerekek, az utolsó cheat day. Csapassuk. Na. Ja, gyerekek, ízteszt, easy fit, mit ad? Tényleg Ádám, ha nézed ezt a videót, bostasó. Nem is fogok tudni aludni. Én pont ezt akartam, mert ezután olyan éjszakád lesz. Hol áll? A few moments later. Na majd. Meghaltam. Feladtad? Tudod mit? Te elbuktál. De én még nem. Szerintűsz te is? Én gyerekek, ezt most feladom. Balázs, írd be a csoportba, aki akar jöhet. Ingyen kaja. Én most... Nem tudok beszélni. Fáj. Krisztián, most átgondoltuk? Én szerüljem? Off. 2 hours later. Yeah.
Hát én még kajától talán sose voltam ennyire rosszul. Holnaptól indul az edzés, a hétvége, a szeptember. Na de elköszönök srácok. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, hogyha nem vagy még feliratkozva és gondolod csatlakozni, akkor nincs más dolgod, mint megnyomni a feliratkozás gombot. Hogyha valaki mixeket szeretne hallgatni, akkor pedig a Mixcloudon, a mixcloud.com/joeljr oldalon megtalál, és hogyha már ennyire reklámozom magam így a végére, akkor Instagramon is fönn vagyok. Most már ígérem, hogy nem fogok ennyi időre eltűnni. Csapatjuk tovább. Jók lehetek. Csőő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 ő